Az Életfa Nagycsaládos Egyesület Mikulás napi ünnepségre hívta a legkisebbeket és szüleiket. A gyerekek csillogó szemekkel várták a fehér szakállú jótevőt. Sajnos a Covid-ban nem volt lehetőségünk egy ilyen összejövetelre. Eddig házról házra járt az Életfa Nagycsaládos Egyesület a Mikulásra, és idén végre együtt ünnepelhetnek a gyerekek, együtt várhatjuk itt a Pince Színházban a Mikulást. Mindenki hozott valami finomságot, a gyerekek készültek dallal, verssel, és egyszer csak, amikor ideér a Mikulás bácsi, betoppan hozzánk, és minden jó gyerek neve, aki felkerült a listára, valami ajándékot fog kapni Mikulás bácsitól. Mindig új és új tagokkal bővülünk, úgyhogy minden ilyen rendezvény alkalom arra, hogy az új családokat és az új gyerekeket megismerjük, de akik az Egyesület kezdetétől fogva tagok, ővelük már barátságok születtek ő közöttük. A gyerekek ezzel a dallal köszöntötték a messziről jött jótevőt, aki ajándékokkal megtöltött zsákkal érkezett az Életfa Nagycsaládos Egyesülethez, amelynek jelenleg 70 család a tagja, a gyermekek létszáma pedig több, mint 200 fő. A szervezet programjai alkalmával a nemzettudatot igyekszik erősíteni, de a jeles napok alkalmával is szerveznek eseményeket. Jelenleg 74 gyermekünk fog eljönni, tehát erről tudunk. Ugye mi a Covid alatt alakultunk, tehát összejönni, úgy nagyon igazából zárt körben most tudunk először, ami egy ünnepséghez kötött. Ugye vannak programjaink, de ettől függetlenül a zárt közösség most tudunk először összejönni. Vannak passzív tagjaink, és vannak nagyon aktív tagjaink. Tehát van egy nagyon erős, kemény magunk, ami olyan 30-40 család. Ami 70-hez képest nem olyan rossz viszonyítás, én úgy gondolom, tehát nem egy alvó egyesület vagyunk. És viszont a gyerekek, igaz, hogy 30-40 család, aki tényleg aktív, de a gyerekek sokkal több gyerek aktív. Tehát itt ez a rajzpályázatainkon is látszik, illetve bármilyen megmozdulásunk van. Van, hogyha csak egy szülő jön, vagy hogy éppen elküldi valakivel a gyereket, mert ő el akar menni, de ő neki más programja van, tehát a gyerekek mindig több, de róluk szól ez egyesület. A családok, tehát bizalommal fordulnak első körben hozzám, hogyha valamilyen téren megszorulnak. Tehát most itt arra gondolok, hogy tartós élelmiszert tudunk összeállítani, ha szól egy tagcsaládunk, hogy bajban vannak, akkor az egyesület szinte egy emberként, van, aki házilekvárt ajánl föl, valaki disznót vágott, és abból valami, tehát mindig össze tudunk hozni egy rövid időn belül, tehát ez arra gondolok, hogy egy-két nap alatt egy csomagot, ami annak a családnak akár egy hónapig elég. Úgy gondolom, hogy hagyományt teremtettünk a városban is, sok mindent, tehát hiánybótló egyesületként alakultunk, amit tehát a hagyomány teremtés kapcsán ezt nyomatékosítjuk is mindenkiben, és hogy megismertük-e egymást. Szerintem az teljesen elég, ha arra nézünk, hogy a gyerekek régen találkoztak, tehát így két hónapja körülbelül, és ugyanúgy ott játszanak, ahol akkor abba hagyták. Vagy hogy mi felnőttek, jönnek be a gyerekek, és tudjuk a nevüket, írjuk rá a poharakra, tehát anélkül, hogy bárki bármit mondaná. Én szerintem ez magáért beszél. És valóban, a gyermekek és szüleik is úgy érkeztek a Mikulás napi rendezvényre, mintha a családjukhoz mennének. A szülők egy kicsit kikapcsolódhattak, míg a gyerekek örömmel játszottak együtt és csacsogtak közben. Azért, hogy miért itt játszunk. Ki fog jönni ide ma hozzátok? Hát, senki. Mikulás. És kinek hoz ajándékot a Mikulás? Hát... Én Mikulásom hoz egy ajándékot. Azért várjuk a Mikulás, mert csokit hoz nekünk, meg mindenféle nyaranságot, és ez jó dolog. Picit lehet rendetlen is, meg jó is, de az, amikor nagyon jó gyerek vagy. A Mikulás krampuszai segítkeztek a csomagok kiosztásában. A gyerekek rajzal és egy-egy nagy öleléssel köszönték meg az ajándékot a télapónak. A szülők sokat beszélgetnek otthon a legkisebbekkel arról, hogy is kell viselkedni a mindennapokban. Szerintem ezt egész picikortól mondják a gyerekeknek otthon mindenhol, hogy szipőt tisztán tartani, rendet rakni, jó gyereknek lenni, van fekete lista, meg jó lista. Pont ma mondták ezt a gyerekek nekem, úgyhogy tisztában vannak vele a levélírással is, hogy levelet írunk a Mikulásnak,
mit szeretnének. Jó így együtt ünnepelni, a gyerekek is, a családok is megismerhetik egymást, hát meg mégis a Mikulásról van szó. Mindenképpen nagyobb élmény, hogyha Mikulás adja a csomagot a gyerekeknek. A családok megtöltötték az asztalt mindenféle finomsággal, amiből mindenki kedvére falatozhatott az Életfa Nagycsaládos Egyesület Mikulás napi ünnepsége alkalmával.